2002-ben én abszolút távol voltam még az örmény kultúrától, aztán kaptam egy nagy lehetőséget még pedig a vatikáni levéltárban, meg a római missziós levéltárban, a Sacra Congregatio de Propaganda Fidei-nek a levéltárában is kutathattam. Amikor a levéltári kutatásokból megszerettek az első publikációim, akkor kaptam egy ösztöndíjat, ez a német püspöki karnak volt az ösztöndíj, amivel Halléba mehettem. Vircen születtem, egy kis dunántúli faluban, Kiscsőszön nőttem fel, amit gyakorlatilag a szülő földemnek tartok mind a mai napig. Édesanyám ott lakik, egy katolikus család, katolikus kis falu, anyai nagybátyám az római katolikus pap volt, aki 56-ban Ausztriába emigrált. A gyerekévek után Veszprémbe kerültem a Padányi Bíró Márton római katolikus gimnáziumot és érettségiztem. Már a gimnázium évek alatt arra emlékszem, hogy az órák után mindig a érseki levéltárba jártam föl kutatni, míg az osztálytársaim azok valamilyen kávézóba vagy kocsmába találták meg a szabadidő eltöltésének az idejét, engem valahogy a régi iratok mindig nagyon érdekeltek. Az örmény népet ugye a világ első keresztény népeként tartjuk számon. Fontos az, hogy az örmény közösségek között már az apostolok időszakában, tehát az első században is térítettek. Az apostolok, Szent Bertalan és Tádé apostolok azok, akik örmények egy-egy csoportját már keresztény hitre térítik. Az örmény kereszténység azonban ugye része volt a ökumenikus kereszténységnek, azonban nem tudtak minden zsinaton, így a kálkédóni zsinaton sem tudtak részt venni, éppen a perzsák ellen egy kirobbant hadjáratuk miatt, és innentől fogva az örmény apostoli egyház mondhatni egy önálló utat járt be. Tehát fontos leszögeznünk, hogy az örmény keresztény egyház, ami az apostolokról, örmény apostolinak, vagy világosító Szent Gergelyről, aki megkeresztelte 301-ben vagy a 4. század elején az örmény király, pedig Gregoriánusnak nevezzük, ez nem örmény katolikus egyház. Az örmény katolikus egyház az gyakorlatilag a különböző missziós szerzetesrendek tevékenységeként jön létre. Ilyen például Nahicsevánban, a ma Azerbajdzsánhoz tartozó területen a középkorban már domonkos szerzetesek működtek, és létrejött egy nahicseváni örmény katolikus provincia is. Önálló örmény katolikus hierarchia, tehát önálló örmény katolikus pátriárkával azonban 1740-től ismert. Azóta van, ez Libanonban található ez a pátriárkai székhely, egy olyan egyházi vezető, aki az örmény katolikus egyháznak a vezetője. Az örmények tehát egy keresztény nép, aki mind a mai napig megtartotta a kereszténységét. Kétségtelen a Szovjetunió időszakában ez nem volt. Egyszerű, nagyon sok örmény papot, püspököt a gulágra hurcoltak, és ez sajnos mind a mai napig a posztszovjet örmény társadalomban is lehet érezni. A templomokat újra nyitották, felekezeti oktatás az elindult, az örmény egyháztörténelmet azt a világi iskolákban is oktatják, de ugyanakkor az ateizmus sajnos az nagyon rányomta a bélyegét az örmény társadalomra, Örményországban. A diaszpórában kicsit más a helyzet, legyen szó a nyugati diaszpóráról, vagy az amerikai diaszpóráról, ott a vallás egy nagyon fontos összetartó erőt jelent, ahol a nemzeti, illetve a vallási szimbólumok azok sokszor ugyanazok, ugyanígy nagyon fontos az örmény kereszténység Magyarországon is. Budapesten található egy örmény rítusú római katolikus templom, tehát a római katolikus egyház hierarchiájához tartozó templom. Ez gyakorlatilag egy olyan intézmény, amelyet a Trianon után Magyarországra menekült erdélyi örmények, az ide települt, genocidium után ide települt katolikus örményekkel együtt alapítanak, és ez gyakorlatilag mind a mai napig, nem csak az örmény vallásnak, de mondhatni azt, hogy a magyarországi örményeknek egy olyan szimbolikus helye, ahol a különböző rendezvényeken találkozni tudnak egymással. Az elmúlt évszázadokban én azt gondolom, hogy az örmény népnek nem voltak mindig nyugodtak a napjai. Sajnos ilyen az örmény genocidiumnak a eseménysorozata, ami a 19. század
végén kezdődik a hamidi mészállásokkal, majd az adanai incidenssel, és 1915-től pedig gyakorlatilag az örményeknek a szisztematikus kiirtásával folytatódik, illetve végződik az Oszmán Birodalom területén. De ugyanígy mondhatni azt, hogy a dél-kaukázusi régióknak az elörménytelenedése. Nahicseván, ahol a középkorban domonkos misszionáriusok működtek. A terület gyakorlatilag már a örménység nélkül maradt, a templomok azok megsemmisültek, illetve az elmúlt évben Hegyi Karabaknak a elörménytelenése, olyan középkori örmény kolostorok esnek a vandalizmusnak az áldozatául, amelyek sajnos azt mutatják, hogy a területen a keresztény kultúra az elmúlt hónapokban teljes mértékben megszűnt, és ez nem is fog sajnos visszafordulni.